Bakta Jóléti Szolgálat 2015. januárjában kezdte meg a működését. Ez egy új elem, amit az egyház vezetősége hozott létre annak érdekében, hogy a baktákról való gondoskodást még inkább kiterjessze. Egy olyan alapot hozott létre az egyház, amely a közösség tagjainak egzisztenciális krízis helyzeteit hivatott kezelni. Szolgálat kifejezett célja, hogy pénzügyi támogatást nyújt, de sok esetben nem oldja meg önmagában a helyzetet. Tehát a legtöbb krízis helyzet az életben az nem egy tényezős, általában anyagi krízis helyzetekkel jön egyfajta mentális krízis helyzet, vagy családi krízis, és próbálunk ezek megoldásában vagy kezelésében is valamiféle segítséget nyújtani. Még egy csomó olyan hát karma vagy karmának látszó tanítást kapunk, amit azért kell kezelni anyagi szinten is. Tehát betegségek, vagy egyéb családi problémák, tehát ebben viszont tud segíteni a közösség, részben tanáccsal és részben hát valamennyire anyagilag is. A szolgált alapvető célként azt határozta meg, hogy egészségügyi krízis helyzetek, családi vagy egzisztenciális krízis helyzetek, kifejezetten a gyerekes családok életének a segítése az, ami egy fő cél, illetve az önkéntes bakták fizikai, mentális egészségének a megőrzése. Voltak olyan családok vagy olyan bakták, akiket bizonyos időintervallumban rendszeres támogatásban tudtunk részesíteni. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos szerepe van ennek a szolgálatnak, hiszen tényleg vannak olyan helyzetek, amikor az embernek jó, hogyha meg tudja tapasztalni, hogy az a közösség, ahova tartozik, igazából minden szinten kiáll mellett, és minden szinten próbálja támogatni és segíteni az életét, hogy van kihez fordulni, hogyha gond van. 2009. február pont 10 éve volt, amikor kimentünk Csópatiba, és megnézhetjük személyesen ezt a tanácsadói rendszert, hogy hogyan is működik. És nagyon örülök, hogy hazánkban is, Magyarországon nálunk ez tökéletesen működik. Én úgy érzem, hogy nagy szükségünk van erre a tanácsadói programra. Minden héten van tanácsadói programunk, és szombatonként 4 órától 6 óráig összegyűl a csoport, aki csak ráír. Gyakorlatilag beszélgetünk arról, hogy mi történt az elmúlt hétben. Minden hétre van egy témánk, ami minden csoportban ugyanaz. Ezen a héten a lelkesedésről fogunk beszélni, hogy hogyan tudjuk ezt a lelkesedést kifejleszteni magunkban, hogyan tudjuk a közösségben megvalósítani. Nagyon sok szeretetet kapok, figyelmességet kapok. Gyakorlatilag a közösség az azt jelenti, hogy közösen élünk meg dolgokat. A tanácsadói program ezt elősegíti. Nagyon sokat vagyunk együtt a hétköznapi életben, de teljesen más kontextusban, amikor találkozunk együtt, és egy kicsit mindenki beszél magáról, kicsit elmondhatja a problémát, ez egyfajta védelem. Ez egyfajta nagyon jó kapcsolat, hogy a szolgálaton kívül is tudunk egyfajta közösségi hangulatban együtt lenni. Hajlamos vagyok arra, hogy csak úgy magamban legyek, de amikor csörög a telefon, és egy kedves matadzsi beleszól, és elmondja, hogy mit érez, megkérdezi, hogy vagyok. Ez egy nagyon, nagyon szívetmelengető érzés. Hát itt Újvradzsadalomban minden szombaton az összes griesztek találkozik kisebb csoportokba. Most jelenleg van 9 vagy 10 csoport. És ez egy nagyon jó alkalom találkozni a barátokkal. És egy jó hangulat, beszélünk olyan releváns témákról, most beszéltünk elköteleződésről, nagyon jó beszélgetés, több mint egy másfél óra beszéltünk arról, nagyon lelkes volt a bakták. Itt a farmon 250 bakták lakik, 120-130 bakták lakik a farmon, meg 120 bakták lakik itt a faluba, azt jelenti 50 gyerek körül van, a mi csoportban van 13 gyerek, ez egy nagyon hangos csoport. Ez olyan, mint amikor az emberek hazamennek munkából, és aztán elmennek a kedvenc helyükre, beülnek a pubba, és a barátaikkal együtt vannak. Kicsit kikapcsolódunk, és mindenki úgy érzi, hogy hozzátartozik ez a kis csoporthoz, közösséghez, vannak személyes dolgok, megvalósítások, és ezek nagyon, hogy együtt éljük meg őket. Ilyenkor van egy tanácsadó, a tanácsadók is van tanácsadó, mindenki van valaki, akivel lehet osztani a jó hír,
nehézségek. Ez egy nagyon jó biztonságos helyben lenni. Van nekünk ilyen barátok, hogy mit tudja, mi történik velünk. Nem olyan könnyű a lelkélet gyakorlása, főleg a mai korban, és ezért nekünk szükséges, hogy együtt gyakoroljuk, mert az együttműködés az nagyon fontos. Az együttműködés a jóság kötőnek a tulajdonsága, és hogyha mi együtt próbáljuk gyakorolni a lelki életet, és együtt próbálunk vigyázni egymásra, hogy mindenkinek meglegyenek a fizikai érzelmi és a lelki szükségletei, akkor a közösség nagyon dinamikusan tud előre haladni.